Lakossági összejövetel tartottak a vajdasági török faluban, ahol a Prosperitáti Alapítvány elkövetkező időszakban kiírt pályázatait ismertetik, valamint az elmúlt évet értékelik. A helyszínen van Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is, akivel a következő évben megvalósítandó célokról, valamint az elmúlt időszakról beszélgetek. Jó napot kívánok, elnök úr! Az első kérdés talán az elmúlt időszakra vonatkozna. Sikeres évet zárta a Prosperitáti Alapítvány. Azt gondolom, hogy minden tekintetben egy sikeres évet zártunk, ugyanis sikerült fölépíteni azt az intézményi rendszert, amelyik a pályázatoknak a kezelését kell, hogy szolgálja. A Prosperitátinak ebben a pillanatban 8 irodája van, közel 30 munkatársa, olyan emberek, akik a rendszerrel együtt tanulták meg a rendszer működésének csinyát, bínyát, és az elmúlt egy évben úgy érzékeltük, hogy ki tudták szolgálni azokat, akik miatt a Prosperitáti Alapítvány létrejött, illetve akik miatt csináljuk ezt az egész gazdaság és térségfejlesztési programot. Másrészt sikeres volt az év azért is, mert a nagyszámú pályázat és a még nagyobb érdeklődés azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösségben megvan az a vállalkozói réteg, amelyiknek elképzelései vannak, működőképes, életképes gazdaságot működtetnek, amelyeknek igényeik vannak arra, hogy ilyen jellegű támogatásnak köszönve előbbre tudjanak haladni. Sikerült a közösséget megszólítani? Azt gondolom, hogy igen. A különböző lakossági összejöveteleken, a különböző fórumokon több mint 10 000 emberrel sikerült találkoznunk, de azok a számok, amelyek az internetes felületen történő megkereséseket mutatják, azok is egészen magasak, több 10 000-es, illetve több 100 000-es megkeresésről tudunk beszámolni, ami egyértelmű jele annak, hogy eljutott az emberekhez az információ. Térjünk rá a jövőbeni célokra. Milyen pályázatok valósulnak meg a 2017-es évben, mire lehet számítani? Hát a 2017-es év az már elkezdődött. A tavalyi évben kiírásra került egy pályázat, amelyik a bejövő érdeklődést figyelembe véve mindenféleképpen sikeresnek tűnik. Több mint 4 000-en pályáztak. 25%-kal többen pályáztak ezen a pályázaton, mint az egész tavalyi évben, ami úgy szintén azt bizonyítja, hogy az emberekhez eljutott ez a lehetőség, és élni kívánnak vele. Az idei évben folytatni szeretnénk a különböző pályázatokkal a rendelkezésre álló nem kis összegnek a célszerű, hatékony felhasználását. Egészen biztos, hogy az egészen kicsi és a nagy vállalkozók közötti vállalkozói réteget is meg fogjuk célozni, hitel, vissza nem térítendő támogatás, illetve önrészes konstrukcióban. Másrésztről egészen biztos, hogy az idejében földvásárlási lehetőségek is fognak nyílni újabb lehetőségek a házvásárlásra. Az a szándékunk, hogy a föld vonatkozásában, a ház vonatkozásában, vagy a házak vonatkozásában olyan pályázatokat hirdessünk meg, amelyek egész évben nyitva vannak, és aránylag hatékonyan, gyorsan tudjunk dönteni, hogy az emberek minél hamarabb megvalósítsák az elképzeléseiket. És végül röviden, milyen fogadtatásban részesült a többség részéről, a szerb kormány részéről a gazdaságfejlesztési stratégiait Szerbiában? Hát nagy megnyugvás az én számomra, a mi számunkra, hogy jóban. Ha ez nem így lett volna, akkor az egész rendszert nem tudtuk volna se fölépíteni, se pedig működtetni. Ez a mi érdekünk, és azt gondolom, hogy Szerbia érdeke is, mert ezek a pénzek itt teremtenek munkahelyet, megélhetést, itt járulnak hozzá a társadalmi össztermékeknek a növeléséhez, itt fizetnek utána az emberek adót, ez Szerbiának is jó, de mindenféleképpen elsősorban a vajdasági magyaroknak jó. Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének köszönjük szépen. Ahogyan hallhattuk is, számos pályázat nyílik meg 2017-ben a Prosperitáti, illetve a magyar kormány jóvoltából. Cél a szülőföldön való érvényesülés elősegítése.